Új híd köti össze a Duna két oldalát, délelőtt átadták, nemrég pedig a forgalom is megindulhatott Magyarország és Szlovákia között az új Komáromi Dunahídon. A környéken élők, valamint a kamionos tranzit forgalom számára is könnyebbséget jelent, hogy megépült. A tervezők azt mondják, hogy ehhez hasonló híd csak Kanadában van az egész világon. A magyar, valamint a szlovák kormányfő is ott volt. Orbán Viktor ezúttal is azt hangsúlyozta, hogy a járványtól függetlenül az országoknak működniük kell. A Monostori híd a Duna legmagasabb átkelője. 118 méter magas és 7000 tonna a súlya. Az úgynevezett egypilonos ferdekábeles építmény 100 kilométerrel lerövidíti a szlovák-magyar teherforgalom útját. Egyúttal tehermentesíti a meglévő Komáromi hidat, ami Komárom belvárosát köti össze Révkomárom központjával. Azon 20 tonnánál nehezebb járművek nem is közlekedhetnek. A híd a két ország gazdasági kapcsolatát is tovább erősítheti, mondta Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az átadáson, aki emlékeztetett, hogy jelenleg 800 szlovák cég működik hazánkban, amelyek több mint 4000 embernek adnak munkát. Bízunk abban, hogy ez a fajta kapcsolat erősödni fog, és erősödni fog a másik irányba is, hiszen Magyarországon magyarországi vállalkozók is települnek ki a környező országban, egy nagyobb száma, de nekik ez mindenképpen segítséget fog jelenteni, és hát ez végsősorban gazdasági fejlődéshez vezet. Európa ma közép Európában épül, a szlovákok, a magyarok, a csehek és a lengyelek építik. A történelem arra tanított, hogy egymással szemben nem, csak egymással szövetségben lehetünk sikeresek, mondta Orbán Viktor a Monostori híd átadásán. A miniszterelnök arról is beszélt, hogy a most átadott átkelő azért is különleges, mert két állam osztatlan közös tulajdona. Jó, hogy ma teljesen természetes, hogy két ország meg tud közösen építeni egy hidat bizalmi alapon úgy, hogy az mindkettőjük közös tulajdona, tette hozzá a kormányfő. A hídépítés az a jövő építése is. Výstavba mosta znamená aj výstavbu budúcnosti. És vírus ide vagy oda, az országoknak, Magyarországnak is működnie kell. A vírus sem alebo tam, a krajiny aj Maďarsko musia fungovať. A mai találkozónk egy bizonyíték, hogy a Duna nem elválasztja, hanem összeköti most már a szlovák és a magyar nemzetet. Orbán Viktor a beszédében a visegrádi országok két nagy beruházását is kiemelte. Az egyik egy autóút Lengyelországból Szlovákián és Magyarországon át Görögország felé. Ennek még nincs kész a teljes magyar szakasza, közölte a miniszterelnök hozzátéve, hogy a másik nagy közös terv pedig egy olyan vasúti hálózat megépítése, amely a visegrádi országok fővárosait köti össze. Kicsit furcsa ugyan, hogy akkor adnak át egy hidat, amikor le vannak zárva a határok, de éppen ezért fontos most megmutatni, hogy készülhetnek új hidak, mondta Igor Matovics, szlovák miniszterelnök. Függetlenül attól, hogy lehetnek itt még intézkedések a világjárvány miatt, meg kell tudjuk mutatni, hogy most is tudunk a nemzeteinket összekötő hidakat építeni, és a jövőben is ezt fogjuk tenni, fogalmazott a szlovák kormányfő. A beruházás 36 milliárd forintba került, amelynek csaknem 90%-át az Európai Unió finanszírozta. A Monostori hida nevét onnan kapta, hogy az átkelő Duna jobb partjára eső vége Komárom Koppány-Monostor város részében található. Valamint, hogy az építmény közelében áll a komáromi erődrendszer részét képező Monostori erőd.